A fővárosban csökken, vidéken valamelyest nőtt a kormánypártok támogatottsága. De mi a helyzet az ellenzéki oldalon? Pillanatokon belül ezt is megbeszéljük. Nincs itt semmi látnivaló, üzente a Parlament Mentelmi Bizottsága, miután elutasította a DK Orbán ellen kezdeményezett vagyonnyilatkozati eljárását. Hogyan reagált erre az MTI? Hamarosan kiderül. Rogán Antal előkerült. A propaganda miniszter a Telexnek adott erős válaszokat a magyar média helyzetéről. Mutatjuk a hajmeresztő kijelentéseket. Mit lehet tenni a kormány propagandistáival? Ezt a kérdést elemezzük annak apropóján, hogy Bohár Dániel a héten bolondot csinált magából az Árnyék Kormányinfón. Végül pedig részletesen foglalkozunk a hét talán legnagyobb port kavaró közéleti hírével, a Nemzeti Színházban történt balesettel, az ügy lehetséges politikai következményeivel. Tartsanak ma is a DK Szubjektívvel, hiszen tudják, velünk most is van mit nézni.